Köszöntöm Önöket, ez a Világnézet, én Éva Natália vagyok, és ahogy már megszokhatták, ismét egy aktualitással jelentkezünk, hiszen Xi Jinping kínai elnök a héten Európába látogatott, holnap pedig Magyarországra érkezik, hogy Orbán Viktor miniszterelnökkel és Sulyog Tamás köztársasági elnökkel találkozzon. Erről beszélgetünk vendégemmel, Salád Gergellyel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársával, akit szeretettel köszöntök a vonalban. Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! A tegnapi napon Franciaországba látogatott Xi Jinping, ahol a francia elnökkel Emmanuel Macronnal is egyeztetett. Mit lehet alapvetően tudni erről a találkozóról, milyen ügyek kerültek megtárgyalásra? Hát itt az ember nehéz helyzetben van, mert ilyenkor kiállnak a franciák, és elmondják, hogy miről volt szó, meg kiállnak a kínaiak, és elmondják, hogy miről volt szó, és a kettő között egy nagyon kevés a közös halmaz, de ez minden más országnak a viszonylatában is így van, hogy ez is a tömegkommunikációnak a része, hogy mindenki elmondja a saját közvéleményének, hogy milyen kemény és határozott, és a nemzeti érdekeket maximálisan érvényesítő volt a saját vezetőjük az adott tárgyaláson. Ezért érdemes ezeket a beszámolókat, tehát a kínai és a francia beszámolókat a jelen esetben összevetni, és valahogy kibányászni belőlük, hogy miről volt szó. Ugye a franciák nagyon mondják, hogy hát a Putyint próbálták rávenni, hogy bocsánat, a Xi Jinpinget próbálták nagyon rávenni, hogy a Putyinnak mondja meg, hogy hagyja már abba ezt a háborúskodást. Hát nyilván a kínai elnök az nem egy kifutó fiú, aki üzeneteket ad át bárkinek is, tehát valószínűleg ez a beszélgetés, ez a valóságban ez nagyon rövidre volt vágva. Tehát a kínaiak nem fognak üzeneteket átadni, gondolom pár mondatban elmondták, hogy mi a véleményük a orosz-ukrán háborúról. Eléggé eltérő a véleményük, úgyhogy ezen sok megbeszélni valójuk nem lett. Nyilván vannak olyan ügyek, amik nem is biztos, hogy bekerülnek a hírekbe, de azért például a nyugat-afrikai helyzetről bizonyára beszéltek, ahol ugye ilyen Wagner csoport, maradványok, meg egyébek elég aktívan részt vettek a biztonsági helyzet alakításában a franciák kárára, és azért itt tudni lehet, hogy itt a kínai cégek is nagyon aktívak, tehát nem a Wagner vagy az oroszok fognak itt bányákat nyitni Nigerben, meg a többi ilyen volt francia érdekeltség országban, hanem a kínaiak. Itt is azért valószínűleg váltottak, vagy erről is valószínűleg váltottak néhány szót. Ami a legeslegfontosabb téma lehetett, az az EU és Kína közötti kapcsolatok, azon belül is a kereskedelmi kapcsolatok. Itt kőkemény alkudozás folyhatott. Ugye egyrészt folyik egy eljárás az EU részéről a kínai elektromos autók ellen. Ugye azzal vádolják a BYD-t, meg a többi kínai gyárat, hogy dömping útján, tehát elárasztja olcsó államilag támogatott termékekkel az európai piacot. Ezt azóta már kiterjesztették az orvosi műszerekre, meg egyebekre is. A kínaiak cserébe szankciókat vetettek ki az európai konyak importra, most az európai konyaknak a 99%-át a franciák gyártják, tehát nekik fájt nagyon ez a dolog, de nyilvánvalóan erről is beszéltek, hogy érdemes-e folytatni ezt a dolgot is elvinni egy ilyen totális európai-kínai kereskedelmi háború irányába a kínai-EU kapcsolatokat. Ezt a kínaiak nem akarják, vagy pedig megállt kell parancsolni, és mindenkinek önmérsékletet kell tanúsítani. Ez is egy olyan téma volt, amit nyilván végig tárgyaltak. Itt ugye mind a két félnek a kezében vannak kártyák, de a franciák szeretnének Airbus-t eladni a konyak mellett a kínaiaknak, kínaiak szeretnének elektromos autókat eladni az európaiaknak, tehát itt bőven van miről alkudozni. A kínai elnök ugye utoljára 5 éve látogatott Európába, azóta azonban sokkal feszültebbé vált a viszony Kína és az Európai Unió között. Mi lehet az időzítésnek az oka, hogy éppen most ért vissza Európába a kínai elnök? Ugye ebből az 5 évből 3 év kiesett a Covid miatt. Tehát volt egy bő 3 év, hogy a kínai elnök sehova nem utazott, úgyhogy ez nem Európa specifikus, hogy most 5 évig ide nem tette be a lábát. Tavaly már jöhetett volna, de tavaly inkább az volt a jellemző, hogy szépen az európai vezetők zarándokoltak el
Kínába. Macron is, Scholz kancellár is, egy EU-s vezetők is, bőven magyar ugye miniszterelnök is járt a Kínában, hát ezeket így viszonozgatja félig meddig Xi Jinping most. Tehát az időzítés ez is magyarázza, másrészt az is tényező lehet, hogy most érezhetik azt a kínaiak, hogy kezd olyan mértékben elmérgesedni az EU-s-kínai kapcsolat, ami nekik nem érdekük, hogy muszáj valamit tenni, és muszáj akár ilyen személyes látogatásokkal, egyéb gesztusokkal is megpróbálni a teljes elidegenedésnek a megakadályozását, vagy legalábbis a lelassítását. Ön szerint ez változtathat a jelenlegi feszültebb uniós diplomáciai és gazdasági kapcsolatokon? Tehát lehet az első lépése mondjuk egy olyan folyamatnak, amelynek során a kínaiak kicsit próbálják visszafordítani az elmúlt időszaknak a történéseit? Vagy ezt még korai megítélni? Itt az a probléma, hogy nincsen egységes EU-s álláspont, ami változhatna. Tehát az EU-ban elképesztően ellentétes vélemények vannak a kínai kapcsolatokról. Nyilván vannak az, vagy a valamilyen okból az amerikaiak befolyása alatt álló politikusok, döntéshozók, vagy pedig egyszerűen ideológiai okokból morális, a Kína kapcsolatokat morális alapokról megközelítő politikusok, akik mostában nagyon hangosak, nem feltétlenül ők a legerősebbek, de az biztos, hogy ők a leghangosabbak, akik hát folyamatosan azt hangoztatják, hogy Kínától el kell szakadni, vagy pontosabban most már nem az elszakadás, vagy elválasztás, hanem a kockázat csökkentés, vagy kockázatmentesítés jelszavát szokták mondani, de hát ugyanarról van szó, egyszerűen meg kell szüntetni a kitettségeket Kína felé. Csak hát ez ugye nem egy egyszerű dolog, mert hogyha Kína erre válaszol, akkor annak egy kereskedelmi háború lesz a vége. De vannak bőven olyan erők is Európában, ők nem olyan hangosak, de azért léteznek, akik realisták. Akik azt mondják, hogy itt van ez a Kína dolog, ez itt volt már 1000 éve is, meg itt is lesz még 1000 éve is, egész egyszerűen kell velük találni valami modus vivendit, együttélésnek valami módját meg kell találni, akár a gyümölcsöző együttműködésnek is valamilyen módját meg lehet találni, már csak azért is, mert Európának azért egzisztenciális érdeke, hogy a kínai piacot ne veszítse el. Politikusok is tartoznak, de például Macron maga abszolút ennek a realizmusnak a képviselője, nem véletlenül hozzáment Xi Jinping és nem valaki máshoz. De egyébként ugye Orbán Viktor is ennek a képviselője, másrészt pedig hát itt vannak a elképesztően befolyásos európai multicégek. Tehát amíg a Volkswagen 2,5 millió járművet ad el Kínában, az észak-amerikai piacon meg 600 ezeret évente, addig nyilvánvalóan a Volkswagen, ami azért nem egy kis hatalmú cég, az abban lesz érdekelt, és abban az irányba fogja taszigálni a saját kormányát is, meg az EU-s intézményeket is, hogy azért ne veszünk már össze véglegesen Kínával, mert ha számukra elveszik a kínai piac, akkor szépen foghatják a gyárkapunak a kulcsát, utolsó leoltja a villanyt, bezárhatnak és mehetnek vissza a balettba táncolni. De tulajdonképpen ugyanez igaz az Airbusra is, meg még a francia autógyártó cégek egy jelentős részére is, meg a legkülönbözőbb európai vállalatokra. Tehát itt azt látjuk, hogy egy teljes katyvasz az európai Kína politika. Ott van a bizottság, ami veri a tamtam dobot, hogy már pedig a kínaiaktól, meg a kínaiaknak semmit. Ott vannak a nemzeti állami vezetők, akik bele vannak szúrítva egyrészt amerikai nyomásba, másrészt az ideológiai megkötöttség, vagy a harmadrészt pedig a saját cégeiknek a lobbijai közé, meg ott vannak a cégek, akik hát így akármit is mondanak a politikusok, meg akármit is ír az újság, ők azért szépen sutyiban folytatnák, és folytatják is a bizniszeiket Kínával. Térjünk rá egy kicsit Xi Jinpingnek a Szerbia, illetve a magyarországi látogatására. Mi lehet a politikai üzenete annak, hogy Franciaország után pont ebbe a két országba látogat el a kínai elnök? Belgrádban napra pontosan a belgrádi kínai nagykövetség
NATO általi szétbombázásának a 25. évfordulóján látogat Xi Jinping. Tehát minden tiszteletem a szerb kollégáké, de azt hiszem, hogy ez a látogatás ez elsősorban nem nekik szól, hanem a NATO-nak, meg az amerikaiaknak, miszerint Kína nem felejt. Másrészt szól az oroszoknak is, miszerint nem kell attól aggódnotok, hogy mi túlságosan jó kapcsolatba kerülnénk a NATO-val, meg az amerikaiakkal, mert számunkra ez a bombázás, ez egy nagyon fontos mérföldkő volt a kínai identitásnak, a kínai nemzettudatnak, a kínai világlátásnak a fejlődésében, és mi ezt nem felejtjük el, mi tudjuk, hogy ki melyik oldalon áll. Meg hát nyilván azért a szerveknél rengeteg kínai beruházás, együttműködés, bányák, hídépítések, egyebek vannak, amiknek a részleteiről természetesen tudnak tárgyalni. De Magyarország más eset, Magyarország ugye pont ebben a háború a másik oldalon állt, nem is ezért jönnek ide, hanem Magyarország az EU-n belül a legkínabarátabb ország, és ez egyfajta gesztus Magyarország fele, amivel egyrészt üzenik nekünk, hogy jó úton járunk, legyetek Kína barátok, és akkor hozunk még nektek elektromos autógyárakat, meg akkugyárakat, meg egyebeket, amik egyébként a világnak a legmagasabb technológiai szintjét képviselik, tehát ez nem lesz ezek a világ legjobb cégei. Ezek, mit tudom, az akkugyárak, azok ilyen szakértők szerint 6-8 évvel járnak technológiailag a német, vagy a egyéb nyugati akkugyárak előtt. Másrészt pedig üzenet az EU többi országának, hogy érdemes velünk jobban lenni, mert akkor olyan munkahelyteremtő beruházásokat hozunk nektek, olyan infrastruktúrális építkezésekben veszünk részt, mint a magyarok. Tehát ez egyfajta üzenet, lehet mondani a válunknak a megveregetése, jó értelemben, hogy jó velük jobban lenni, meg hát azért itt is bőven vannak dolgok, amikről érdemes tárgyalni. Orbán Viktor úgy nyilatkozott az eseményről, hogy Magyarország keleti kapcsolatai ismét komolyabban éledeznek, utalva a következendő kínai találkozóra. Mi jellemzi jelenleg a magyar-keleti kapcsolatokat? Ugye a kínai kapcsolatok csak egy része a keleti kapcsolatoknak. Itt egy általában van ugye egy keleti nyitás politikánk, amik tulajdonképpen szervesen átnőtt egy konnektivitási stratégiává, ami szintén jelentős részt keletről szól. Ugye a magyar kormánynak teljesen egyértelmű az álláspontja, az, hogy ideológiai kérdésekkel mi nem törődünk. Tehát akivel mi pragmatikus együttműködést tudunk kialakítani, azzal mi hajlandóak vagyunk, készek vagyunk, sőt szeretnénk pragmatikus együttműködést kialakítani, legyen itt szó közép-ázsiai mindenféle sztánokról, legyen szó Kínáról, legyen szó olyan teljesen demokratikus országokról, mint mondjuk a Dél-Korea. Ugye egyelőre még a dél-koreaiak a legnagyobb befektetőink keletről, de még akár Tajvan is, hát például Európában Magyarország a tajvani tőkének a második legnagyobb célpontja, annak ellenére, hogy itt ugye a politikai kapcsolatok azok nem hogy nem jók, hanem gyakorlatilag nem léteznek. Szóval itt egy ilyen általános nyitottság van, és akkor az egész ugye bele van helyezve a konnektivitás stratégiának a keretébe, és abban, hogy hát ugye láthatólag a világban vannak olyan erők, akik abban érdekeltek, hogy ketté szakítsák a világot, tehát hogy tömbök alakuljanak ki. Nyilván ebből az egyik tömb az Kína lenne, amit így el kéne szigetelni, és akkor ettől függetlenül jöhetne létre egy ilyen Amerika vezette tömb, és ebben a tömbösödési helyzetben ugye a magyar kormánynak az a politikája, hogy mi nem akarunk tömbösödni, tehát mi hidak akarunk lenni, vagy összekötő kapcsok akarunk lenni a világ között. Tulajdonképpen ez így nincs kimondva, de hát valamiféle olyan szerepre törekedve, mint mondjuk Ausztria vagy Finnország játszott az első hidegháború idején. Még itt a magyar-kínai találkozóra kitérve, a hírek szerint napirendre kerülhet a kínai béketerv is. Gondolom ennek is inkább szimbolikus jelentősége lehet, ugyanúgy, mint Franciaország esetében.
Hát a kínai béketerv az önmagában egy szimbolikus dokumentum. Tehát ez jól emlékszem, 10 pontból áll, lehet, hogy 12, elnézést, hogyha pontatlan vagyok. Picit ilyen szépségkirálynői deklarációhoz hasonlít, hogy legyen béke, mindenki férjen meg mindenkivel békében, és nem tudom, ne bántsák a hadifoglyokat, meg egyebeket, tehát ez inkább egy kívánságlista. Nem is nevezik tehát a béketervnek, ez ilyen nyugati sajtóba kapta a béketerv nevet, a kínaiak politikai állásfoglalásnak nevezik, aminek a lényege az, hogy ők a konfliktusoknak a békés rendezését pártolják, és ebben ők hajlandók közvetítő szerepet is játszani. És ebből a szempontból tulajdonképpen a magyar kormánynak az álláspontja egybeesik a kínaiakéval. Itt semmiféle konkrétumról nincsen szó, ugye se a magyar elképzelésekben, vagy legalábbis nyilvánosságra került magyar elképzelésekben, se a kínai tervekről, hanem egy ilyen általános hozzáállásról, hogy ezt a konfliktust ne a csatatéren próbáljuk lejátszani, ilyen régi vágású, nem tudom, 19. századi hatalmi politika keretében, hanem üljön le minden fél, mondja el mindenki, hogy mit akar, és valahogy egyeztessék az érdekeiket, és valahogy legyen vége már ennek a szörnyűségnek. De tulajdonképpen erről szól a kínai, mondom, hogy nem terv, ez egy szándék nyilatkozat, vagy politikai elképzelés, és hát tulajdonképpen ebben közel állnak a magyarokhoz. Tehát itt én nem számítok arra, hogy nem tudom, Orbán Viktor és Xi Jinping között hatalmas viták lesznek, hiszen mind a ketten ezt mondják. Sajtóértesülések szerint, ahogy ön is utalt rá, lehet arra számítani, hogy újabb kínai társfinanszírozással megvalósuló beruházást jelenthetnek majd be. Esetleg lehet-e erről már valami konkrétat tudni? Nem, én itt azt látom, hogy mind a két országnak a kommunikációs, vagy mind a két kormánynak a kommunikációs stábja az jól végzi a dolgát. Amikor ők jól végzik a dolgukat, az nekünk rossz, mert nem jutunk információhoz, de hát nekik ez a dolguk, hogy egy ilyen jelentős találkozó előtt ne a sajtóból derüljön ki, hogy ide fog gyár épülni, meg oda fog gyorsvasút épülni, meg amolyan, nem tudom, naperőmű fog itt meg itt épülni, ennyiért, meg ennyiért. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket így jól titokban tartják. Biztos, hogy lesznek majd nagy bejelentések. És ilyenkor mit csinál a sajtó? Hát itt találgat pletykákat. Terjeszt, ugye felmerült például, hogy nem tudom, Xi Jinping Pécsre látogat, hogy megtekintse azt a, nem tudom, gazdos területet, ahol majd a sajtóhírek szerint valamikor a Great Wall autónak a gyára fog fölépülni, ezt azóta egyébként száfolták. Felmerült a Ferihegyi gyorsasút kínai felépítésének a kérdése. Én ezt már 12 vagy 3 évvel ezelőtt hallottam legelőször, hogy majd a kínaiak ezt is föl fogják építeni. Felmerült a nem tudom, V0-ás vasúti körgyűrűnek a fölépítés. Ez is egy bő 10 éves terv. Ilyenkor nyilván hát hír éhség van, újságíróknak valamit írniuk kell. Magyarország tele van magát nagyon jó tájékozottnak tartó emberrel. Most ugye megy a találgatás. Én azt gondolom, hogy ezek azért olyan dolgok, hogy érdemes megvárni a következő 2-3 napot, amikor ezek ki fognak derülni. Semmiféle biztosra mondható kiszivárogtatás nem történt eddig. Salád Gergelynek köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm, viszontlátásra. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük, ez volt a Világnézet, viszont hallásra, viszontlátásra.